Üdvözlöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Továbbadó, jótékony célra ajánlják fel a visszakapott SZIA-jukat. Óriási károk a fóliás zöldségtermesztésben, tarolt a hétvégi szélvihar. Lövöldözés Tolnán, igazinak tűnt a fegyver, de kiderült, hogy csak egy játékeszköz volt. Farsang az időseknek, megtartotta ez évi első rendezvényét a Bonyhádi Gondozási Központ. Még vissza sem kapták sokan, mégis már úgy döntöttek, jótékony célra ajánlják fel a személyi jövedelemadójukat. A Továbbadó nevű Facebook csoport tagjai legalábbis erre vállalkoztak. A kezdeményezés néhány napja indult el. Február közepéig a gyereket nevelő szülők legtöbbje visszakapja a tavaly befizetett személyi jövedelemadóját. Ez fejenként átlagosan 400 és 800 ezer forint közötti összeget jelent. Ez nem kevés pénz, vannak, akik mégsem tartják meg, hanem jótékony célra ajánlják fel. A Továbbadó nevű kezdeményezés még csak néhány napja indult el a Facebookon, de a csoportnak már több mint 2000 tagja van. Többen közülük pedig azt vállalják, hogy a visszakapott SZIA-jukat civil szervezeteknek utalják át. Az akciót két unokatestvér indított el. Egyikőjük azt mondja, megvan mindenük, ami az élethez kell, ezért döntöttek az adakozás mellett. Az adónkat azért fizetjük, hogy abból megvalósuljanak olyan dolgok, amik nagyobbak annál, mint amire mi egyenként a pénzünket el tudnánk költeni. És ahogy erről beszélgettünk, úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan gondolat, amit megosztanánk mások, mert bízunk benne, hogy vannak még olyanok rajtunk kívül, akik miután az adót befizették, meg tudják vásárolni maguknak az élelmiszert, és el tudják látni a gyerekeiket, és ezen fennmaradó pénz ez nem hiányzik nekik a mindennapi megélhetésükhöz. A felajánlók között van informatikus, szociológus, egyetemi tanár, újságíró, marketing szakember, de egyedülálló édesanyja is, és a megadományozott civilek köre is hasonlóan sokrétű. Vannak, akik hajléktalanokat segítenek, mások a kerékpározást népszerűsítik, de kutatóközpontnak és civil jogvédő szervezetnek is jut a visszakapott személyi jövedelemadókból. Megható látni, hogy milyen sokféle szervezet kerül elő a támogatottak listáján. Nekem az is nagyon szép, amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki az ország egyik feléből támogat egy szervezetet az ország másik felében, mert tudja, hogy ott nehezebb körülmények között élnek az emberek. A csoportban egyébként semmiféle megkötés nincs a támogatható közösségeket illetően. Az ötletgazdák szerint a kezdeményezésük arra is jó lehet, hogy az emberek feltérképezzék, milyen civil csoportok működnek a környezetükben. 7053 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.657.615-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 42.069 főre emelkedett. 5.167 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.375.000-en kaptak. Tolna megyében 184 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta 34.820-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A hétvégén sok helyen óriás károkat okozott az erős szél, elsősorban a fóliás zöldségtermesztéssel foglalkozó gazdálkodókat sújtotta nagy mértékben. Tolna megyében 11 káresetről érkezett bejelentés. A veszteség enyhítésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy a károsultak minél előbb keressék fel a falugazdászukat és jelezzék a káreseményt. Az Agrárminisztérium mindeközben költségvetési átcsoportosítás révén rendkívüli és közvetlen támogatási lehetőséget biztosít a kárt szenvedett gazdálkodóknak. Így néznek ki a szélvihar után a megtépázott fóliasátrak. A hétvégi viharok okozta mezőgazdasági károk elsősorban a fóliás zöldségtermesztést érintették. Az Agrárminisztérium megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén milyen módon lehetne rendkívüli közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak. Ezzel egy időben a minisztérium felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy a falugazdászok közreműködésével mérje fel a keletkezett károkat. Ahhoz, hogy valakinek, hogyha bekövetkezett bármilyen káreseménye a viharkárok folyamán, hogy első lépésként a Magyar Államkincstárral tudjuk felvenni a kapcsolatot, ha gazdálkodónak szüksége van rá, akkor természetesen segítünk.
hogyha önálló meg tudja oldani, akkor a MÁK-nak van egy ilyen elektronikus oldala, ahol fel tudja keresni az államkincstárat, és a kárnyítési alapba be tudja jelenteni a kárát. Nagyon fontos, hogy a gazdák a károkat az elszenvedéstől számított 15 napon belül jelentsék be, hogy az elbírálás minél hamarabb megvalósulhasson. Egy új, innovatív kockázatkezelési lehetőséggel is segítik a gazdálkodók kárenyhítését. A tavalyi évben létrejött egy új innovatív rendszer, ami egy krízisbiztosítási alapot jelent. Itt az ügyfeleknek, vagy a gazdálkodóknak nem csak arra van lehetőségük, hogy a növényi kultúrába elszenvedett károkat tudják kompenzálni, illetve tudjanak kártérítést kérni, hanem az előállított képek szerkezete berendezésekbe is tudnak egyfajta segítségnyújtást kérni ezzel a krízisbiztosítási alappal. A krízisbiztosítási rendszerben még nem később bejelentkezni, idén február 1 és február 28 között tehetik meg a termelők. Tolna megyében 11 káresetről érkezett bejelentés. Megtorpant a koronavírus örökítő anyag koncentrációjának emelkedése a szennyvízekben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos átlagban jelenleg nem mutat további emelkedést, az értékek magas szinten stagnálnak. Számottevő változás, emelkedés vagy csökkenés egyik vizsgált város esetében így Szekszárdon sem tapasztalható, azonban a vírus örökítő anyag koncentrációja minden mintavételi helyen az emelkedett kategóriába sorolható. A boltok túlnyomó többségében érvényesíti az élelmiszerárstoppot. A múlt héten mindössze 17 üzletben találtak kifogásolni valót a szakemberek, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium a parlamenti és stratégiai államtitkára kedden. Sanda Tamás hozzátette, a kormány február elejétől újabb beavatkozásként az élelmiszerárstoppal védi a magyar embereket. Hozzátette, a fogyasztóvédelem országszerte ellenőrzi, hogy a termékek a megfelelő áron, kellő mennyiségben az előírt tájékoztatás mellett kaphatók-e az üzletekben. Az első napok tapasztalatai kedvezőek, eddig mindössze 17 üzletben találtak hibát a szakemberek. 10 bolt a tavaly október közepénél magasabb áron kínálta az érintett termékeket. 3 kereskedelmi egység az előírt készletnél kevesebbet tartott raktáron helyezett ki a polcokra belőlük. 4 esetben pedig a kötelező tájékoztatás hiányzott, vagy nem felelt meg a rendelkezéseknek. A vizsgált online áruházak közül mindössze 2 mulasztott a limitált árak betartásában, vagy a tájékoztatás feltüntetésében. A feltárt problémákat az ellenőrzés hatására az üzletek nagy része azonnal javította, pótolta. Útlezárás lesz Szekszárdon a Fürdőház utcában. Elektromos földkábel fektetés miatt 2022. február 10-én csütörtökön reggel 8 és délután 16 óra között teljes szélességében le lesz zárva a Fürdőház utca a Szent László utcai körforgalomtól a Herman Otto utcai kereszteződésig. A Babits Mihály általános iskolába a behajtás a Kadarka utca felől biztosított marad. Az érintett területen a közlekedők türelmét kérik. Lövöldöztek egymásra egy család tagjai Tolnán. Az eldurvuló veszekedésnek a rendőrök vetettek véget. Hamarosan viszont kiderült, hogy a fegyvernek tűnő eszköz valójában egy játék volt. Rendőrségi fotón a fegyver, amivel a lövéseket leadták, ebben a Tolnai utcában sült el a pisztoly többször is. Egy család tagjai vesztek össze. A helyiektől úgy tudjuk, pénzügyi vita állhatott a háttérben. A viszály során végül a rokonság egyik tagja egyszer csak váratlanul pisztolyt rántott. Többször rálőtt a lány testvére élettársára, valamint a vele együtt dolgozó másik két szemére. A bejelentést követően rendőrök mentek a helyszínre, ahol a férfit igazoltatták, majd előállították a rendőrségre. A rendőrök a fegyvert is megtalálták a férfinál, ezen a másik fotón már az is látszik, hogy milyen lőszerek tartoztak hozzá. A pisztoly ugyanis úgynevezett airsoft volt, vagyis egy játékeszköz, ami emberi élet kioltására nem alkalmas, súlyos sérülést viszont lehet vele okozni. A férfi korábban már több alkalommal zaklatta családtagjait, valamint a testvére élettársát egy alkalommal bántalmazta is, ezért a bíróság távoltartást rendelt el ellene. Mivel személyi sérülés nem történt, így a lövöldöző férfinak csak garázdaságért kell hamarosan bíróság elé állnia.
A Dombóvári Önkormányzat támogatásával szerveztek a helyi civil szervezetek gála műsort. A program vendégeként Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a civil szervezetek közel 30 esztendeje töltik be azt az űrt, melyet az államgépezet nem képes a saját eszközeivel kezelni. Azt mondta, a települések sokkal szegényebbek lennének a civilek által végzett munka nélkül. Biztos a civil szervezetek nélkül is lehetne élet. Valószínű, hogy ugyanannyira lennénk gazdagok vagy szegények, az már mint egy-egy település, de azt gondolom, hogy a településnek a képe, a kulturális élete messze nem ilyen lenne. Mert hogyha megkérdezzük azt, hogy történik-e valami egy adott településen, akkor ez a történés legtöbbször a civil szférához kapcsolható. Február 7-én hétfőtől lehet pályázni a Magyar Művészeti Akadémia 3 éves ösztöndíjára. Az MMA 5. alkalommal hirdeti meg a művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatot, amelynek 100 nyertese 3 évre szóló havi bruttó 200 000 forint összegű művészeti ösztöndíjra lesz jogosult. Minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy pályázhat, aki a támogatási időszak kezdetéig, 2022. szeptember 1-jéig már betöltötte a 18. életévét, de a pályázat kiírás időpontjában, február 7-én még nem töltötte be az 50. életévét. A program nem csupán az ösztöndíj folyósítására szorítkozik, de a támogatási időszakban az alkotás folyamatát segítő szakmai mentorálásra, valamint utógondozásra, publikációra is lehetőséget biztosít. A pályázati kategóriákat a Magyar Művészeti Akadémia honlapján tekinthetik meg. Megtartotta ezévi első rendezvényét a Bonyhádi Gondozási Központ, ami a hagyományokhoz híven a farsangi mulatság volt. Az intézmény dolgozói ilyenkor egy rövid műsorral készülnek az időseknek. Az esemény elengedhetetlen része természetesen a farsangi fánk, ami ezúttal sem maradt el. Beöltözve zenés műsorral készültek a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói az időseknek. Az esemény apropója a farsang volt, ami a hagyomány szerint mindig az adott év nyitó rendezvénye. A program többek között vállalkozók és magánszemélyek támogatásából valósulhatott meg. Már egy kicsit mi is beöltöztünk időseknek, és egy kis muzikeles előadást tartottunk számukra, hogy hogyan lehet időskorban is mulatozni, hogy ők is érezzék azt, hogy bár korosabbak, mint mi, de ugyanúgy aktív szereplői lehetnek a társadalomnak még. Hatalmas sikere volt. Az esemény elengedhetetlen része természetesen a farsangi fánk, ami ezúttal sem maradt el, illetve tombola sorsolással is készültek a szervezők, hozzátették, mindegyik szelvény nyerő volt. Az intézmény vezetője elmondta azt is, hogy számos programmal készülnek még az év során. A közeli tervekben szerepel továbbra is a Dóri Háznak a támogatása, tehát ekkor pirosba öltözünk mindannyian. A medvehagymeszedési akciónk tavaly nagyon nagy sikerrel járt, 2-3-szor is voltunk kint területen. Ez azért is jó, mert egy kicsit kimozdulunk az intézmény keretein kívül, és hát a nőnapozás, tehát amire nagyon készülnek. A farsangi időszak zárásaként pedig a torkos csütörtök sem marad el a Bonyhádi Gondozási Központban. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Magyar cigányhősök, elsőként Pécsre érkezett az országot járó kiállítás. 1000 éves kardot találtak Hímesházán, lomtalanítás során került elő a fegyver. Vadmalac korhelyleves és sült dámszarvas kolbász, gasztrofarsangot tartottak Balatonlellén. Pécs az első helyszíne a magyar roma származású hősöket bemutató országos történeti vándorkiállításnak. Az Együtt Szabadon Magyar Cigányhősök című kiállítást a Terrorháza Múzeum állította össze, mintegy 10 éves kutatási időszakot felölelve. Közel 40 tablón ismerhetik meg az érdeklődők azokat a cigányhősöket, akik az 56-os forradalomban vettek részt, vagy éppen a rendszerváltás idején játszottak fontos szerepet. Fényképek, életrajzok, sorsok a megvilágított táblákon a Zsolnai negyedben. Együtt Szabadon, Magyar Cigányhősök címmel nyílt kiállítás Pécsen. A tárlatot a Terrorháza Múzeum állította össze. A Terrorháza Múzeum több mint 10 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni magyar cigányhősökkel. Először a marosvásárhelyi fekete
március hőseit mutattuk be, sőt, kezdeményeztük, hogy elismerést, kitüntetést kapjanak. Ezt követően az 56-os magyar roma hősöket mutattuk be, majd pedig a rendszerváltoztatás megelőző időszak, illetve azt követő időszaknak a kiemelkedő példaképeit mutattuk be. Ez már az E78 koncertterem. Itt adtak zenés, táncos műsort, és itt mondtak köszöntő beszédeket a kiállításhoz kapcsolódóan. Ez a kiállítás 25 helyszínen fogja bemutatni azokat a személyeket, amelyek életükkel, munkásságukkal, bátorságukkal lámpásai voltak sokaknak. Ők voltak azok, akik az egyéni érdekek fölé tudták helyezni a közösségi érdeket. Mert csak azok tudnak hősökké válni, akik mindenek fölé a közösség javát helyezik és azt szolgálják. Az országos vándorkiállítás február 10-ig látható Pécsen. Közel 40 cigány hőst ismerhetnek meg a látogatók. A 30 éve szabadon emlékév keretében állították össze a tárlatot, de a járványhelyzet miatt csak 2022-ben tudott elindulni a 25 településre utazó kiállítás, ami elsőként Pécsre érkezett meg. Lomtalanítás után került elő egy 10. századi fegyver hímes házán. A Jannus Pannonius Múzeum régészei már befejezték a restaurálását, de látszott a kardon, hogy korábban amatőr módon kezelték. A vizsgálatok után kiderült, hogy a honfoglalás idejére tehető a tárgykora, ami szinte teljesen egy darabban maradt. A régészeti lelet egyedülálló Baranyában, de a Dunántúlon is ritka kincsnek számít. Egy padlásról került elő ez az 1000 éves kard Baranyában. Egy hímesházi lakos lomtalanítás közben akadt rá a kétpengélyű fegyverre, amit egyébként még korábban egy lomissal cserélt el. A Jannus Pannonius Múzeum régészeti osztályához került a lelet, ami Baranyában egyedülálló, de a Dunántúlon is ritka kincsnek számít. Tavaly március-áprilisban kezdődött el ez a folyamat, hogy vele fel tudtuk venni a kapcsolatot, és hát azóta a tárgyon több minden vizsgálat történt, így például az eredetiségére vonatkozó különböző labortechnikai vizsgálatoknak is alávetettük, illetve egy általános restaurálási folyamatnak is. A kard kályha ezüsttel volt lefújva, gittel volt lekenve a belseje, amiket mind el kellett távolítani a vizsgálatok és a restaurálás előtt. Ezután a fegyverről bebizonyosodott, hogy a 10. század második felében, vagy a 11. század első felében készítették. Számos elmélet létezik, hogy ezek a kardok ezek hogyan kerültek be, esetleg a magyarok hozták magukkal a Kárpát-medencéről kívülről egy részüket, vagy pedig más népcsoportok, akár skandináv, akár európai kardkultúrának a származékai, akár helyi másolatok, helyi készítmények, vagy akár Szent István királyunk állam szervező tevékenysége kapcsán megjelen nyugati haderőknek a tárgyi emlékeiről van szó. A hímesházán talált kard mellett még számos más lelettel is foglalkoznak a múzeum munkatársai. Többek között törökkori leletek kerültek elő az M6-os autópálya hamarosan megépülő új szakaszának területéről. Vadmalac korhely krémlevessel és sült dámszarvas kolbásszal is várták a vendégeket Balatonlellén. Az idén 4. alkalommal megszervezett gasztrofarsangon a téli Balatont és a helyi gasztronómiát népszerűsítették a vendéglátósok és borászok. Aztán rakunk rá egy kis madárvegysalátát. Fűszeres tejföllel és lazacfilével kínálta a kovászos lángost az egyik balatonlellei étterem. Minden vendéglátóhely új ételekkel készült az idei gasztrofarsangra. Zselici vadból készült zsemlés hurka édeskáposztával és sült édesmustáros almapürével. Az ételekhez természetesen dél-balatoni borok illenek. Több helyi és környékbeli borászat is kitelepült a programra. Nem tudtuk, hogy milyen időjárás lesz, ezért készültünk forró és hideg italokkal egyaránt. Ami nálunk nagyon népszerű, ez a forradt bor, ami a szalszilvával van egy kicsit megfűszerezve, illetve a téli fűszeres szőlőmustunkat nagyon szeretik a gyerekek. Idén is több helyi étterem, borászat és cukrászda fogott össze, hogy a gasztrofarsangon is bizonyítsák. A Balaton nem csak nyáron érdekes.
Évről évre egyre könnyebb dolgunk van, mind szolgáltatói, mind vendég oldalról. Nagyon sok vendéglátós, borász szeretne csatlakozni ezekhez a kezdeményezésekhez, és vendég oldalról is egyre többen érdeklődnek ezek után a rendezvények után. Ezúttal sem csak helyiek és környékbeliek érkeztek a gasztrofarsangra. Nyaraló tulajdonosok is hétvégi programnak választották a Balaton lellei eseményt. Mi időjárástól függetlenül mindig a hétvégét, ha tehetjük, akkor itt töltjük. Az, hogy program van, az habatortán, mert nagyon jó programok vannak, és nagyon jó szervezések vannak. Február többi hétvégéjén is várják a vendégeket Balatonlellére. A többi között farsangi autós felvonulást szerveznek, és télűző közösségi sportolásra is hívják az érdeklődőket. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Továbbadó, jótékony célra ajánlják fel a visszakapott SZIA-jukat. Óriási károk a fóliás zöldségtermesztésben, tarolt a hétvégi szélvihar. Lövöldözés Tolnán, igazinak tűnt a fegyver, de kiderült, hogy csak egy játékeszköz volt. Farsang az időseknek, megtartotta ez évi első rendezvényét a Bonyhádi Gondozási Központ. Szerdán délelőtt még lehetnek élénkebb széllökések, de alapvetően napos, gyengén fátyol felhős idő várható. Délután az évszakhoz képest jóval enyhébb időig érkezik, kora tavaszias hőmérséklet lesz jellemző. Éjszaka gyenge légmozgás mellett csillagfényes égbolt várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!